Hadházi Ákos állatorvos, országgyűlési képviselő. Politikusi pályáját a Fideszben kezdte, 8 évig volt a párt szekszárdi önkormányzati képviselője. Neve 2013-ban vált országosan ismerté a trafikügy leleplezésével. A pártból kilépve az LMP országgyűlési képviselője, majd társelnöke lett. 2018 óta független. Járja az országot, korrupciós ügyek, az uniós pénzek körüli visszaélések után nyomozva. A kormányellenes tüntetések egyik meghatározó arca. Több mint 200 ezeres követőtábora van a Facebookon, de ellenségért sem kell a szomszédba mennie. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti portréműsora, és a harmadik adásnál járunk. Mai vendégünk Hadházi Ákos, állatorvos, politikus, független országgyűlési képviselő. És úgy azt kérdezném, hogy honnan érkezett hozzánk, Szekszárdról, Zuglóból, esetleg Bécsből? Közvetlenül most Zuglóból, de ha azt kérdezi, hogy reggel, akkor reggel Szekszárdról indultam, utána Zuglóban volt egy megbeszélés, és úgy érkeztem ide. Egyébként ezért... Bécs nem olyan szörnyű helye, hagyd mondjam el, hogyha itt én közszolgálati... Igen. Funkciót is töltsünk el, tehát ugye a Lázár János volt kint Bécsben, és ott közvetített, hogy az egy micsoda szörnyű hely, és azt kell mondanom, hogy Bécs nem egy szörnyű hely, tehát ezt mondanám. Mindenkinek ne ijedjenek meg tőle, nem egy szörnyű hely, még abban a tényleg egészen külvárosi kis 100 éves lakásban, vagy annak az utcájában sem, ahol vettünk egy lakást. Igen, amiért azért kapott támadásokat, talán nem csak kormány oldalról, bár döntően nyilván onnan, és itt nyilván azt kifogásolták néhányan, hogy ugye volt egy időszak, amikor nem tette le az esküjét, aztán nem tehette le az esküjét a parlamentben, és akkor egy gyűjtés volt arra, hogy a képviselői munkáját segítsék, támogassák, és ugye most, amikor a vagyonnyilatkozatokat nyilvánosságra kellett hozni, akkor derült ki, hogy egyébként kicsit ironikus módon ugye némiképp Polt Péter legfőbbügyészhez hasonlóan vett egy lakást Ausztriában. Nem gondolta esetleg, hogy ennek lehet ilyen negatív visszhangja? Akkor, hát hogy mondjam, egyrészt én nem loptam annyit, és másrészt nem loptam egy fillért sem, nem loptam eleget ahhoz, mindenképpen el tudom mondani, hogy én nekem a kis megtakarított pénzemmel azt csináljak, amit akarjak, vagy ne kérdezzem meg a családot, hogy mit csináljunk a megtakarított pénzekkel. Másrészt nyilván akkor érezném magamat kellemetlenül, hogyha ezt a lakást tényleg mondjuk novemberbe vagy decemberbe vettem volna. Én ezt a lakást, ezt tavaly február vége környékén vettem, ott még nem tudhattam, hogy Kövér László nem fogja engedni az én felesketésemet. Tehát azt azért remélem, hogy senki nem gondolja, hogy ez a Hadházi annyira rafinált lenne, hogy akkor nem ment be a parlamentbe, hogy hát, ha majd a Kövér megbünteti, és akkor majd gyűjtést tud indítani, és akkor majd ebből vesz magának egy bécsi lakást, tehát mondom, az időben sem jön össze. Akkor is természetesen ezt a lakást, ahogy elmondtam, ezt az előző szekszárdi lakásunknak az eladásából és hitelből finanszíroztuk. Abban az esetben egy kicsit kellemetlenül érezném magam, hogyha ezt abban az időszakban vásároltam volna, amikor nem kellett beírni a képviselőknek a vagyonát. Tehát volt egy olyan időszak, amikor a Fidesz kivezette gyakorlatilag a vagyonnyilatkozatot, és azt mondta, hogy nem kell beírni a vagyonokat. Hogyha ekkor vettem volna, emiatt lehet, hogy szégyelném magam, de nem, ezt én akkor vettem, amikor nyilván tudtam azt, hogy be kell írni, vagy abban a tudatban voltam, hogy ezt be kell írni a vagyonnyilatkozatban. Hát el kell mondanom, hogy nyilván amikor ezt a lakásunkat eladtuk, akkor a szekszárdi lakást, akkor nyilván a családtól megkérdeztem, hogy most Moszkvában vegyünk-e három szobást, egy moszkvai külvárosban, vagy Budapesten külvárosban esetleg egy másfél szobást, vagy Bécsben egy külvárosban egy szobást, és hát erre szavazott a család. És ahogy elmondtam akkor is, azért mindenkit megnyugtatok, hogy nem fogok kivándorolni. Egyrészt elég nagy a család, ugye hatan vagyunk, ahhoz azért az a kis 29-30 négyzetméteres lakás az kicsi. Másrészt meg tényleg megnyugtatom a propagandát, hogy maradok még, és akkor lehet még kit lejáratni. És ha valamiért döntenie kellene abban, hogy Szekszárdon vagy Zuglóban
kellene élnie, tehát hogy két helyen egyszerre úgy nem lehet. És ugye hát most ezt azért kérdezem meg, mert ugye Zuglóban választották meg országgyűlési képviselőnek egyéni mandátummal, de hát de korábban ugye Szekszárdon a közéleti tevékenysége is onnan indult el, és ugye nyilván ezért is esetleg kaphat bírálatokat, hogy hát akkor tulajdonképpen most ilyen csúnya szóval oda ejtőernyőzték, vagy ejtőernyőzte magát Zuglóba a választásokon. Hát csodálkoznék, hogyha ezért kapnék valódi bírálatot, hiszen a zuglóiak tudták, hogy ki vagyok. Úgy választottak meg, nem tudom, az egyik legnagyobb százalékkal, hogy ennek tudatában voltak. Elmondtam azt is a választások előtt, hogy nagyon sok mindent fogok Zuglón kívül is csinálni. Nyilván más lett volna a helyzet, hogyha kormányra kerülünk. Ha kormányra kerülünk, akkor egy helyi képviselő több mindent tehetett volna közvetlenül is a körzetér, hogy ott mi történik, nagyobb befolyása lett volna arra, hogy mi történik. De így, hogy ellenzékben vagyunk, így nyilvánvaló, hogy egy helyi képviselő ott nem fog tudni igazán semmit sem elintézni. Az a rossz hír egyébként, hogy még a fideszes helyi képviselők sem tudnak igazán érdemben javítani a körzetük helyzetén, annyira kapnak felhatalmazást, hogy az EU-s pénzeket, ami ugye most nem jön, de az EU-s pénzeknek az ellopását organizálják. Elmondtam a választások előtt is, hogy ha ellenzékben leszünk, és a választások után is azt tudom mondani, mivel ellenzékben vagyunk, egy országgyűlési képviselőnek egyetlen egy esetben legitim a mandátuma, egyetlen egy esetben dolgozik legitimen, hogyha a valódi választásokért dolgozik. Hogyha azért dolgozik, hogy a következő választás már egy valódi, tiszta választás legyen. Ezt sajnos úgy elérni, hogy én úgymond 0-24 órában Zuglóban vagyok, ezt nem lehet. Ennek egyik komoly feltétele az, hogy ezt el tudjuk érni, hogy az ellenzék szervezze meg magát. Nyilvánvalóan nagyon sokat kell menni ehhez Zuglón kívülre is. És hát természetesen azt a munkát is folytatom, amit korábban is folytattam, és megígértem, hogy folytatni fogok. Ezt, hogyha kormányra kerültünk volna, akkor is folytattam volna a korrupció ellenes munkát, a korrupciós ügyeket, ezekről a felderítését. Mi fogunk sokat ezt tovább kell folytatni. Ezt sajnos ehhez sokszor be kell ülni az autóban. De én azt gondolom, hogy a zuglóiak ennek tudatában választották meg, és azok, akik nem kifejezetten rossz indulatúan irányulnak felém, vagy nem kifejezetten az a cél, hogy lejárassanak, azok ezt értik és érzik, hogy amikor én valódi választásokért és a korrupció ellen dolgozok, akkor természetesen Zuglóért is dolgozok. Ez kétségtelen, hogy Zuglóban ugye magabiztosan nyerte el a mandátumot az országgyűlési választásokon, és azt megelőzően pedig ugye az előválasztáson is magabiztos győzelmet aratott. Valami neheztelés nem, vagy nincs valami rossz érzés, amikor Szekszárdra gondol, hiszen Szekszárdon politikailag ilyen értelemben nem volt sikeres a tevékenység, hiszen volt polgármesterjelölt, volt képviselőjelölt, de ott végül is ezekre a posztokra nem választották meg korábban. Nincs. Én nagyon szeretem azt a várost továbbra is, és én úgy gondolom, hogy egy megbecsült polgára vagyok, és szeretek otthon lenni, és nagyon sok jó ismerősöm van. Alapvetően pont tegnap meséltem el éppen Zuglóban egy történetet, erről hagyd mondjak el, mert ezt egyébként nagyon fontos megérteni, hogy amikor én lebuktattam a trafikcsaló polgármestert, országgyűlési képviselőt, akkor még polgármester is volt, akkor utána engem az LMP elindított helyi képviselőként Szekszárdon, és az ember akkor még, mint egy helyi képviselő, de ugyanakkor úgy éreztem, hogy elég sokan megismertek, elég sok támogatást is kaptam, hát elindultam, és próbáltuk megjósolni, hogy mit lehet elérni, milyen eredményt lehet elérni, és igazság szerint akár nagyon csalódott is lehettem volna, hogy hát, mégis az a csaló polgármester lett a képviselő, én pedig mondjuk egy 10 pár százalékot kaptam. Szerencsémre néhány nappal azelőtt egy korábbi, a politikában jobban, korábban mélyebben bent levő barátom fölhívott, és azért azt elmondta, hogy nyilván én nem tudok helyi közvetlen kutatásokat, de azért legyek benne biztos, hogy nem csak a
nem csak a fideszes polgármestertől fogok kikapni, hanem ki fogok kapni a másik ellenzéki jelöltől is, mert elmondta azt a szabályt, hogy egy országgyűlési választáson egy nagyon jó jelölt, az őket támogató tábornak a százalékaira tud tenni 5%-ot. Egy nagyon rossz jelölt, az pedig tud rontani 5%-ot, és nagyjából ez jött ki Szekszárdon is. Tehát alapvetően azért ezt tudni kell, hogy az számít sikernek. Én akkor ott onnantól kezdve én úgy gondoltam, hogy akkor tényleg egy jó jelölt voltam az LMP százalékaikhoz képest, különösen a vidéki százalékhoz képest 10%-ot rátettem, és ez úgymond személyesen ez megnyugtatott. De alapvetően ezt jól kell tudni, hogy nyilvánvalóan egy jelöltnél az is számít, hogy milyen oldal jelöli őt, milyen oldalhoz kötődik. És nagyon ritka az, hogy ennyire ki lehet emelkedni. Zuglóban viszonylag könnyebb helyzetem volt, igazán ami izgalmas volt, az a előválasztás volt. Az, hogy az én nevem mellett az előválasztáson csak a Momentumnak és a kétfarkú kutyáknak a logója volt ott, és a többi párté meg nem, ennek ellenére tudtam meggyőzni a zuglóiakat, az nyilván az elmúlt nagyon hosszú éveknek a tevékenysége volt, és nagyon hálás vagyok a zuglóiaknak, hogy ezt segítették, és természetesen persze sajnos az is hozzájárult, hogy nem volt túl erős, vagy sőt az ellenjelölt. Menjünk egy kicsit vissza az időben, hogy a 2006-tól volt helyi képviselő a szekszárdi közgyűlésben. Mi az, ami a politikába vonzotta? Ugye nem tudom, hogy a rendszerváltás idején, ha jól számolom, ugye 16 éves lehetett, hogy annak a környékén nem tudom, hogy mennyire mozgatta meg az, ami akkor Magyarországon történt. Ugye az állatorvosi pályát választotta, és azt mondhatjuk, hogy ott nyilván elég sikeresen is tevékenykedett. Tehát mi volt az, mi volt az a pont, amikor úgy gondolta, hogy a politika útjára kell lépnie, illetve miért pont a Fideszt választotta? Igen, hát erről beszéltem már korábban is. Én nagyon régóta érdekelt, úgymond a politika, tehát kisgyerekkoromban is olvastam még akkor sajnos ugye ezeket a népszabadságokat, a kezdetben a sportoldalt, és azért ahogy az ember tanult olvasni, akkor ment előbbre-előbbre. Nagyon láttam annak a rendszernek a hátrányait, a családból is ugye hallottam annak a rendszernek a hátrányait, és természetesen egy nagyon felemelő élmény volt, hogy éppen ott a középiskolás éveimben történt úgymond ez a rendszerváltás, és akkor nagyon ígéretes, szép időszak volt. De én, hát akkor annyi volt a politikai aktivitásom, hogy én akkor csináltam egy sztrájkot a gimnáziumban, és erre nagyon büszke vagyok, és egyébként ez nagyon inspirál továbbra is, hogy ott 88 környékén még akkor Glac Ferenc, tehát még az előző kormánynak volt a kultúrminisztere, és akkor ő tett egy olyan ígéretet, hogy aki kétanyelvű iskolába jár, annak nem kell majd orosz tanulni a továbbiakban. És én kétanyelvű iskolába jártam Pécsre, Lővei gimnáziumban, de nekünk ezt nem engedték meg. És akkor én hát mondom, én olvastam az újságban, hogy van ilyen lehetőség, és hát akkor csináljunk egy sztrájkot, és vettünk egy írólapot, és arra ceruzával felírtuk a petíciónkat, a követelésünket, és nem mentünk be az orosz órára, és hát nagy ijedelem volt, behívtak az igazgatóhoz, megmutattuk, hogy mondtuk, hogy ez van, és hát elértük, másnap összehívtak minket, és nem az volt, hogy kirúgtak minket. Ma valószínűleg, ha hasonló dolgot csinálnánk, akkor sok gimnáziumban egyébként kirúgnának. Tehát azért az volt a könnyebbség, hogy az a rendszernek a vége volt. Igen. És nagyon tudni kell a mostani időszakból, hogy most pedig megyünk bele, tehát még korán sem vagyunk a mélyponton, egyértelműen a kormány ugye megy bele ebbe az irányba, és ez egy nagyon fontos mondani való, amit próbálok mindig elmondani. De ott már jöttünk ki belőle, és el tudtuk azt érni, hogy másnap összehívtak minket, és azt mondták, hogy egyébként igazunk van, és akkor hát nem muszáj angol tanulni, vagy nem muszáj orosz tanulni. Az más kérdés, hogy aztán az angol tanulás nem jött össze, mert minden hónapban új tanár jött, és mindig újból kezdtük az oktatásokat. Gyakorlatilag ez egy nagyon szép időszak volt, de nagyon tudatosan én nem kezdtem el sem diákként, sem aztán egyetemen, sem az egyetem után sem politizálni. Én nekem
nagyon sok rossz döntésem volt az életben, de volt egy jó döntésem. Nagyon tudatosan azt mondtam, hogy én csak akkor vagyok hajlandó bármilyen szintjébe a politikának belépni, hogyha van egy önálló megélhetési formám, egy önálló egzisztenciám, ahhoz pedig el kellett végezni azt az elég kemény egyetemet, és ahhoz pedig ugye egy praxist el kellett indítani, és amikor ez megvolt, akkor aztán jelentkeztem ott önkormányzati képviselőnek helyben. Igazán az volt szintén tudatos döntés, hogy az ember először csináljuk-e, meg hogy mit csináljunk, meg hogy milyen szintekig csináljuk. Tehát az egyik, ugyanakkor láttuk, hogy milyen a politika, tehát már azért abban az időszakban lehetett látni, hogy mennyire mocskos tud lenni már addigra az a, hova tudott vezetni az a rendszerváltásnak a lelkesültsége, addigra már egy elég nagy mocsok alakult ki a magyar politikában. Ezzel együtt az ember arra készül, hogyha majd esetleg nem hirtelen halállal hal, hanem lassú folyamattal hal, akkor utána el kell számolni az élettel, és igyekszik az ember egy teljes életet. Tehát nyilván ez a folyamat biztos, hogy fájó lesz, de hogyha az ember egy teljes életet tudott élni, akkor talán könnyebb lesz. És a teljes élethez természetesen hozzátartozik az is, hogy a nem csak saját magunkért, hanem a környezetünkért is tegyünk valamit. És ott Szekszárdon nekem volt néhány elég egyszerű földhöz ragadt célom, hogy erről is beszéltem már többet, hogy legalább a buszmegállók legyenek fedettek. Szekszárdon egy nagyon nem jól kezelt dolog volt, ott a legtöbb frekventált helyen nem volt fedett buszmegálló, és én diákként nagyon sokat álltam az esőben, meg hát kicsit a buszok járjanak rendszeresebben, mert az is egy nagyon egyértelmű folyamat volt, hogy ahogy csökkentek az utasok, mindig kivettek buszokat, és helyi járat gyakorlatilag nem volt. Ilyen kis céljaim, vagy hogy füvet vágják le rendesen, mert azt nem vágták rendesen. Nyugat-Európában meg látom, hogy ott szépek a környékek, nálunk meg ugye mindig égigérő gaz volt. Ilyesmi céljaim voltak, ennek egy részét meg tudtam valósítani, egy részét nem. Viszont közben sajnos azt láttam helyben, hogy annál is mocskosabb a dolog, mint ahogy gondoltam. Azt hogy élte meg, amikor már ugye fideszes önkormányzati képviselő volt Szekszárdon, ugye 2010-ben a Fideszre 2/3 nyert, ez egy nagy politikai fordulat volt, és azt gondolom, hogy talán fogalmazott így, hogy sokan vártunk ettől egy nagyon pozitív fejlődést az ország számára, és ugye, hogy jelenti, hogy ez 2012-13 környékén volt ez a trafik történet, de ebben a 2-3 évben nem volt olyan pillanat, amikor már úgy érezte, hogy ez így vállalhatatlan, hogy lépni kell, ugye médiatörvény, alaptörvény, sokan emiatt ugye bírálták a Fideszt, tehát hogy miért pont ez a pillanat volt, amikor úgy döntött, hogy hát borít, ha lehet így fogalmazni. Nyilvánvalóan ez egy utolsó csepp volt a pohárban, tehát a trafikügy az egy a sok korrupciós ügyből is egy különleges ügy volt, és személyesen is át tudtam ezt érezni. A trafikügy az már nagyon hasonlított ahhoz, amit a kommunisták csináltak. Az nem egy sima lopás volt, ahhoz, hogy ők odaadhassák a trafikokat a saját embereiknek, ahhoz el kellett venni a dohány árusításának a jogát nagyon sok kisvállalkozótól, és tudtam azt ismerősökön keresztül, elmondták nekem, hogy miről szól ez a történet. Ugye nagyon sok kisbolt volt abban az időszakban még, és elmondták ezek a kiskereskedők, hogy a dohányon nincs olyan sok haszon, hogy néhány százalék haszonnal árusítják, de aki bemegy oda vásárolni, az akkor már megveszi nála azt a kis tejet, azt a kis kenyeret, és elmondták, hogy ha ezt elveszik tőlük ezt a jogot, akkor ez meg fog szűnni. És itt nyilván az, hogy én tőlem, vagy nem tőlem, családomtól, annak idején ugye nagyszüleimtől vették el a földjeit, semmisztették ki őket, nyilván ez a kisemmizés volt egy ilyen utolsó csepp a pohárban, de hát előtte azért természetesen már nagyon sok minden dolog volt, ami nem tetszett. Ugye 2006 és 2010 között sem tetszett, ami egyre inkább láttuk, egyre szemtelenebb volt ott nem csak a polgármester, hanem a alpolgármesterek, tehát volt egy ilyen elit a 14 fős rakszak,
frakcióban, akik azért itt csinálgatták a dolgokat, de egyébként azt meg kell tanulni, vagy rá kell jönni, hogy hogyan csinálják. Tehát az elején föl, amikor bekerül ott az ember, egy állatorvosként bekerül egy ilyen testületbe, akkor még nem is ismeri ezeket a módszereket, csak úgy kezdenek nem tetszeni a dolgok, mint hogyha ezt egy kicsit drágábban vettük volna, mint érdekes, ezt miért így csináltuk, miért úgy csináltuk. A másik pedig ugye már akkor is problémás volt, hogy problémásnak látszott néha a Fideszen belüli döntéshozatali mechanizmusok, az egy ilyen nagyon katonás, hierarchikus szervezet volt, de én őszintén bíztam benne, hogy egyrészt, amit a szekszárdi polgármester csinál, az csak egy kivétel, tehát hogy majd máshol sokkal, mi oldalunkon sokkal jobb politikusok vannak. Másrészt abban is bíztam, hogy elfogadtam azt, hogy egy ellenzéki helyzetben kell egy bizonyos fegyelmezettség. Ez egyébként ebben a mostani ellenzéki körben ez nem nagyon van meg. Tehát valószínűleg meg kéne találni egy középutat, sok mindenben meg kéne középutat találni, ebben is meg kéne találni egy középutat, mert nagyon szép a bázisdemokrácia is adott esetben, de egy nagyon komoly darálógép ellen, nagyon komoly fegyverek ellen, tankok ellen, amikor megyünk gyakorlatilag fakarddal, ahogy szoktam mondani, akkor ez egy bizonyos fegyelmezettség jó lenne ellenzéki oldalon, és ezt nem nagyon láttam. De én abban bíztam, hogy egy kormányváltás esetén úgymond egy kapcsoló majd átkapcsol, és akkor majd egy picit egy demokratikusabb irányba mennek a dolgok. Hát ez nem így lett. Én azt is elmondtam már többször, hogy a választások után néhány nappal én egészen biztos voltam benne, hogy itt nagyon komoly bajok lesznek. Néhány nappal. Ez a 2010-es választás. A 10-es választások után, amikor a Navracsics nyilatkozott a kormány struktúráról. Tehát ugye megvolt a választás, örültünk neki, győztünk, és jöttek a miniszterek, meg a kormány struktúra, amikor ilyen szuper minisztériumokat hozott létre az Orbán, abszolút nem azokkal az emberekkel, akikre lehetett gondolni, tehát akik erősek voltak a pártban, és értettek is a dolgokhoz, lehetett sejteni, hogy kik lesznek a miniszterek, rendszerint nem ezek lettek a miniszterek, hanem ilyen szuper minisztériumok jöttek létre, ismeretlen vezetőkkel, és a Navracsics akkor ezt nyíltan elmagyarázta, hogy hát ez azért van, mert az 1998-2002-es első Orbán kormányban az Orbánt nagyon zavarta, hogy jönnek itt az erős miniszterek, és verik egymást előtt az asztalt, hogy kikapjon több pénzt, melyiknek a minisztériumának legyen több lehetősége, és ő ezt nagyon zavart, ezt nem akarta, és ezért hozta létre ezeket a szuper minisztériumokat, hogy adott esetben még az egészségügynek is csak államtitkársága legyen, és azért tette oda, azt már nem tette hozzá emlékeim szerint a Navracsics, de azt már én tettem hozzá, hogy ezek szerint ezért kellettek a nagyon gyönge miniszterek, tehát akik a pártban abszolút politikailag gyöngék, hogy az Orbán fogik dönteni mindenről. És ez akkor már engem nagyon megijesztett. Tehát, hogyha itt most az következik, hogy az Orbán akar mindenről egy személyben vagy néhány személyben dönteni, akkor itt bizony rossz világ lesz. És gyakorlatilag hát sajnos a következő években valóban ezt láttuk. Ja, és akkor ott elkezdtünk ahhoz a pillanathoz, amikor úgy döntött, hogy ugye az a titokban készített hangfelvétel, amit a nyilvánosságra hozott, ahol ugye arról megy a beszélgetés, hogy ezeket a bizonyos trafik koncesziókat, ezeket csak fideszes, fidesz közeli szimpatizánsok, vagy szereplők nyerhetik el. Azt gondolom, hogy ez nyilvánosságra kerüljen, ez nem vitatom, hogy ez közérdek, hogy ezt fontos, hogy a nyilvánosság megtudja, hogy zajlottak ezek a dolgok. Ugyanakkor önnel kapcsolatban megint csak nem a propagandáról beszélek, hanem hogy máshonnan is van bírálat, hogy hát azért ez mondjuk, fogalmazok így, nem egy lojális magatartás, hogy erre mit válaszol, hogy itt a megbízhatóság is egy kérdés, tehát hogy, igen. És azért más pártokban is voltak olyan, nem feltétlenül csak ilyen jellegű konfliktusai, ugye az LMP, mikor távozott 2018-ban, hát ott végül is egy volt egy tetlegesség fajuló vita is, ugye a Moment... Nem én voltam a tetleges. Igen. De szereplője volt ennek a... Erre mit tudok mondani, ezt igen. Azért nekem... emiatt engem ne bíráljon senki se, erre mit tudok mondani. De azért érthető a kérdésem. Ez valami, amikor megerőszakolnak egy hölgyet, és ő tehet róla, ugye? Igen, de érthető a kérdésem, mert a politika ugye azért nem egy magányos műfaj, igen. Tehát hogy azt igazából eredményesen mégiscsak valamilyen szervezet keretei között lehet végezni, és ugye kicsit az a kérdés is felvetődik, hogy ez meg nem egy olyan autópályán vagyunk, ahol mindenki szembe jön, ugye a Momentum
frakcióba se lépett be végül is, mert ugye ők bementek ugye az alakuló ülésre. Igen. Most 2022-ben. Igen. Persze, tehát ezeket nagyon sokszor megkapom, és nyilván számolni kellett, amikor azt, hogy a felvételt kitegyem, vagy ne tegyem, akkor természetesen az ember nem hülye, és erre számított, hogy ezt meg fogja kapni. Őszintén szólva egyébként fel sem merült bennem, hogy a felvételt ki kell majd tennem. Egészen biztos voltam benne, hogy legalább lesz 2-3 olyan képviselő rajtam kívül még, aki ezt igazolni fogja. Föl sem merült bennem, hogy a felvételről akár még beszélni is kelljen. Csak hogy amikor én először nem beszéltem a felvételről, hanem csak a tényeket mondtam el, akkor utána néhány nap múlva azok a képviselők is, akiről szinte biztos voltam ott, ezek presbiterek voltak, én fönt orgonáltam nekik kántorként, ezek lent énekeltek, tehát barátaim voltak, és nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy itt milyen rossz irányba mennek a dolgok. Ezek szépen bemondták, hogy a Hadházy hazudik. És majd erre egyébként hagyd térjek vissza, hogy ez miért volt és hogyan volt, mert nagyon fontos, ha itt a polipról beszélünk. Úgyhogy emiatt kellett mindenképpen nyilvánosságra hozni, egyszerűen ezt muszáj volt. Annyit kell tudni a felvételről, hogy teljesen más ügy miatt készült, ezt is sokszor elmondtam már, egy olyan teljesen egyértelmű hűtlen kezelési ügyről, ahol az ügyvédem azt mondta, hogy ha ez bíróság elé kerül, akkor ezt nem lehet megúszni, és hogy én mindenképpen ezt rögzítsem, hogy én a frakción belül ennek abszolút ellene voltam kezdetektől fogva, és ebben emiatt az egy ügy miatt hát elkészült két felvételen, gyakorlatilag több ügyben ilyen korona tanú lett ez a felvétel, nem csak ebben, ugyanígy a Tiborcz ügyben, ahol előttünk beszélte meg a Tiborcz cégének a vezetőjével a polgármester azt, hogy hogyan fognak ők visszaosztani pénzeket. Ezek teljesen egyértelmű megdönthetetlen bizonyítékok. Ehhez képest egyébként aztán ugye egyik ügyben sem találta Polt Péter semmit, se a Trafiknál, se a Tiborcz ügyben. Tehát ezt nyilván mérlegelni kellett, hogy itt mit csináljon az ember. Mondom, én kezdetektől fogva nem szerettem, vagy biztos voltam, hogy nem lesz rá szükség. Sajnos szükség volt rá. Na most azzal együtt, ahogy amit valóban elsősorban az ellenfeleim szoktak mondani, hogy nem vagyok lojális, vagy összeférhetetlen, meg nem tudom én milyen politikus vagyok. Erre megvannak az embernek a válaszai, mert elég sokszor megkapom ezeket a kérdéseket. Az egyik, hogy sajnos azért a Fideszben nekem papírom van arról, hogy inkább túl lojális voltam. Tehát, hogyha valamire visszagondolok, akkor én azt gondolom, hogy inkább túl sok kompromisszumot vállaltam. Egyébként jellemzően éppen az ellenzéki oldalon nagyon sokszor ugyanazok mondják, hogy én, vagy azt rólják, hogy miért csak 2013-ban jöttem el, mint akik azt mondják, hogy miért jöttem el abból a pártból, vagy miért hagytam el azt a pártot. Én, ha visszanézek arra az időszakra, inkább azt mondom, inkább annak adok igazat, aki azt mondja, hogy túlságosan is lojálos voltam, vagy túl sokáig vártam, én inkább ezt fogadom el. Tulajdonképpen, aki nekem ezeket mondja, két pártból jöttem el, és egyébként mind a két párt igaziból inkább ő zárt ki. Az egyik pártban azt mondtam, hogy nem kéne lopni, és nem kéne intézményesen, ilyen szervezetten lopni, és nem kéne több tízezer kis boltostól elvenni az egzisztenciát, és odaadni a sajátom. Én szerintem az teljesen vállalható, hogy onnan muszáj volt eljönni, azzal együtt, hogy még amikor én ugye ezt lelepleztem, én akkor nem léptem ki a pártból, én nagyon bíztam abban, hogy esetleg egy megtisztulási folyamat indulhat el. Én ott hónapokig nem léptem ki a pártból, annak ellenére, hogy kiültettek az asztal végére, az volt a büntetésem, hogy az eredeti helyről el kellett jönnöm, és senki nem fogadott a Fideszből, pedig szerettem volna, én megkerestem Kövér Lászlót is, még Kuvatovat is megkerestem, mondom, úgy látszik, hogy ő neki vannak nagyobb hatása, hogy hagyd mondjam el, hogy mi megy itt Szekszárdon, senki nem fogadott. Hát, tehát bíztam benne, de egy idő után természetesen jönni kellett. A másik pedig az LMP-ben ugye azért indult ellenem egy megsemmisítő kampány, a Szél Bernadett ellen is, nem csak ellenem, mert 2018-ban azt mondtam, és az volt a meggyőződésem, és azt hiszem továbbra is ez a meggyőződésem, hogy abban a pillanatban együtt kellett, vagy kellett volna működni ellenzéki pártoknak, olyanoknak is, akik nem nagyon kedvelik egymást. Ez volt a bűnöm, ezen egyébként
szintén nyíltan a elnöki választásom után, vagy sőt, azt, akkor, abban a pillanatban is én mondtam, hogy én ezen dolgozni fogok. Ehhez képest ugye hát gyakorlatilag tényleg az lett, hogy emiatt a Sallai Róbert Benedek ugye lelökött engem a székről. Még egyszer mondom, én ültem azon a széken, ezt semmit nem tettem. Tehát aki ezt a szememre hányja, az inkább ezt rossz indulatból csinálja, vagy nem gondolja át teljesen. Azt gondolom, hogy valóban a politika az tényleg a kompromisszumokról szól, tehát ez megint csak papíron van róla, tehát aki azt mondja, hogy nem vagyok kompromisszum képes, tehát az LMP-ből pont azért távolítottak el, mert én kompromisszumokat akartam kötni. Azokat a kompromisszumokat, amit aztán az LMP vígan megkötött egy évvel később a önkormányzati választáson, amikor már arról volt szó, hogy az önkormányzati helyeken, a fizetős helyeken bejut-e az LMP, vagy nem jut-e be az LMP. Bocsánat, hadd mondjak közben, hogy az LMP politikusaként vált viszont ugye a korrupció elleni küzdelemnek a úgymond élharcosává. Az LMP támogatását ebben mindig maga mögött érezte, hogy ez a konfliktus nem erről szólt, ami miatt végül is távozott a pártból. Igen, tehát az a miután, de még a társelnöki választásom előtt is, és után is ebben egy komoly támogatást kaptam, nem volt visszatartó erő. Egy érdekes beszélgetés volt erről, korábban nyilvánosan beszéltem, és nem tetszett. És megint csak itt ugye az embernek a renoméját csökkentheti, hogyha én ugye úgymond ilyen belső beszélgetésekről beszélek, ugyanakkor nagyon fontos. Tehát azért kell beszélni erről, mert szintén nagyon fontos, hogy amikor én átvettem a társelnökséget, akkor az nap, vagy az néhány nappal ezelőtt Siffer Andrással beszélgettünk hosszabban, és ő arra hívta fel a figyelmemet, hogy ha esetleg valami nagyon durva dolgot, vagy nagyon magas szintre jutnék el, találok valami olyat, ami nagyon magas szintű, ezt próbáljam inkább, azt adjam oda valami újságírónak, hogy ezt ne én hozzam nyilvánosságra, mert hogy az majd a pártra vissza fog ütni. Tehát, hogy lehet, hogy nem én fogom megkapni lejáratásként. Hát egyébként én kaptam meg, tehát ugye ez működik a propaganda gépezet. Most tegnap olvasom éppen, hogy én kampányoltam a pedofil politikus ellen, tehát ugye ez általában én kaptam ezeket az egészen elképesztő lejáratásokat, de ugye az volt a félelem, hogy lehet, hogy nem én kapom, hanem a pártban egy másik pártnak egy másik tagja fog esetleg majd azt fogják elővenni, és ez nekem akkor nagyon, nagyon visszásnak tűnt. Tehát szerintem rossz taktika nem elmondani dolgokat, vagy nem arról beszélni, amiről igazán kell, hogy mert attól félünk, hogy a propaganda gépezet majd kicsinálja az embert. De ez egy nagyon-nagyon rossz taktika. Én érzek olyat ellenzéki táborban, hogy minthogyha most már ellenzéki pártok nem beszélnének bizonyos dolgokról, vagy nem eleget, vagy nem úgy beszélnek bizonyos dolgokról, mert esetleg félnek attól, hogy majd a propaganda visszalő. Én nekem nem nagyon tudom mással magyarázni, hogy gyakorlatilag az ellenzéki táborból szinte senki nem hajlandó a legfontosabb géppuska fészekkel vagy bástyával foglalkozni, és pedig a propaganda gépezete a kormánynak, és én tartok attól, hogy ezt azért nem teszik, mert attól félnek, hogyha ők ezt megteszik, akkor majd valóban előveszi őket a propaganda gépezet. Én ugye, amikor a trafikügyet elindítottuk, akkor a feleségemmel azért nagyon sok mindent nyilván átbeszéltünk, tudtuk azt, hogy a lejáratás várható. Úgy gondolom, hogy azért erre nem számított. Ezt lehet tudni, én igazság szerint hamarabb számítottam rá. Aztán ugye az jött, hogy a trafikügyet, amikor kihoztam, akkor az volt a Fideszben a mondás, hogy hát ne csináljanak belőle mártír se, meg hős se, és ugye akkor nem azonnal indultak ezek a lejáratások. Lehetett számítani erre. Nyilván átbeszéltük a feleségemmel a kis életünket, hogy olyan dolgot nem tudnak hozni, ami alapján egy demokráciában, egy tisztességes viszonyok között egy komoly lejáratást kaphatna az ember, de azt lehetett tudni már akkor, hogy azért épül ez a propaganda gépezet, és kiépül. Tehát gyakorlatilag az tehát visszatérve, én azt nagyon-nagyon
egyértelműen látok arra utaló jeleket, hogy sokszor azért nem beszélnek ellenzéki politikusok dolgokról, mert ettől a gépezettől félnek. Márpedig ez teljes zsákutca, viszont éppen ezért kell, ahogy ugye sajnos most látunk valódi háborúkat is, egy valódi háborúban nem az a jó taktika, hogyha van egy komoly géppuska fészek, és onnan valóban nagyon komoly védekezésre lehet számítani. Nem hiszem, hogy az lenne a jó taktika, hogy beássuk magunkat a gödörbe, és akkor ott kucorgunk, és akkor majd abba bízunk, hogy hát, ha esetleg majd elfogy a töltény, és akkor hát, ha majd nem lőnek, mi meg közben felvesszük ugye a zsoldot, és ott közben elücsörgünk. Ilyenkor egy jó taktika van, hogyha nagyon sokan egyszerre sok irányból azt a géppuskafészket támadjuk, és én nyilván ezért próbálok a propagandagépezetről beszélni, és ezt támadni. Azon túl, hogy a propagandagépezetnek a céltáblájává vált ezzel, egyéb mondjuk ilyen konkrét személyes fenyegetés, fenyegetettséget érez ezek az ügyekkel kapcsolatban. Ugye volt az a pétervásárai polgármesternek az a bizonyos üzenete, de ezen túl, tehát ilyesfajta fenyegetéssel találkozott a munkája során? Inkább a komolytalanabb fenyegetéseket. Benne van ebben a munkában, azért nem szívesen beszélek, de nyilván benne van, kap az ember lelkileg instabilabb emberektől néha nagyon komoly, nem is ritkán nagyon komoly fenyegetéseket. Sajnos ugye a munkánkban benne van, hogy adott esetben ezek az emberek valóban juthatnak tetlegességig is, de alapvetően nyílt fenyegetést nem kapok. Egyetlen, pontosan kettő olyan eset volt, ahol ugye konkrétan van bizonyíték arra, hogy ilyen szakszolgálatok követték az embert, és figyelték az embert, de ezzel én nem nagyon szoktam foglalkozni, azt szoktam mondani, hogy tele van a számítógépem, telefonom is olyan ügyekkel, amit be kéne mutatni inkább. Ugye az az ügy, az a probléma, igen, hogy azt szeretném, hogyha ezek nyilvánosságra kerülnének. Igen, azt viszont jól kell érezni, és ez megint csak azért fontos ez a kérdés, mert nagyon sokan talán még mindig nem értik, hogy a lejáratások azok a kornak a kínzásai. Tehát amikor az embert lejáratják, akkor egyrészt azért is csinálják, hogy nyilván az én népszerűségemet csökkentsék, igen, az én befolyásomat csökkentsék a politikára, de azért is csinálják, mint a kínzásokat. Nem csak az adott embert akarják elhallgattatni, hanem ezzel a kínzással meg akarják mutatni a többieknek is, hogy ne ugráljatok, mert így fogtok járni. És ez egy nagyon-nagyon rossz dolog. Valóban fáj a lejáratás, de sokkal jobban fáj az, hogyha ennek az a következménye, hogy nagyon sok tetrekész, tisztességes ember inkább nem áll ki a hatalom ellen, inkább nem áll ki a propaganda ellen, inkább nem áll ki saját jogaiért, attól való félelmében, hogy na, akkor majd jön a propaganda, és lejáratja. Hát erre azt szoktam mondani, hogy egy jó lejáratáshoz egyébként legalább egy hét kell, tehát az, hogyha ma már ott tartunk, hogy egy nap benne van egy-két cikk, az lehet, hogy rossz érzés, de az még nem az az igazi lejáratás, egy jó kampányhoz azért még a propaganda gépezetnek is egy hét kell. Tehát ahogyha arról beszélnénk, hogy nagyon sok ember nagyon keményen kiáll a rendszer ellen, vagy a propagandagépezet ellen, vagy a rendszernek bármelyik eleme ellen, egész egyszerűen nincs arra eszköze a hatalomnak, hogy mindenkit lejárasson, ahogy régen nem lehetett ugye mindenkit lelőni, tehát egy forradalomnál sem lehet mindenkit lelőni, úgy egy valódi nyílt ellenállás esetén sem tudnának mindenkit lejárasni. Hát igen, de hát éppen ezt nem látni, tehát hogy az nem fáj jobban ilyen értelemben, hogy azért a társadalom egy jelentős részében bizonyos fajta közöny figyelhető meg ezek az ügyekkel kapcsolatban, és nagyon gyakran azt hallani, hogy persze, nem azt vitatják, hogy ezek az ügyek valósak lennének, hanem azt mondják, hogy de hát korrupció mindig is volt, 2010 előtt is volt, és ezt aztán mindannyian meg tudjuk erősíteni, hogy ez igaz, tehát ez bizonyos értelemben a dolgok menete, ezt is mondják az emberek, és valahogy nem érzik a közvetlen összefüggést a korrupciós ügyek és az így eltűnő vagy máshova terelt pénzek, és mondjuk az ő saját személyes lehetőségeik, helyzetik között. Szinte minden beszélgetésen megkapom ezt a
ezt a kérdést, ami egy fontos és jogos kérdés. Én, hogyha most közönyről beszélünk, akkor egy picit ne is a korrupcióval szembeni közönyről beszéljünk, hanem inkább a demokrácia leépítésének a közönyéről beszéljünk, vagy az, a többi disznóságról, amit a tanárokkal csináltak, hogy ott van-e közöny, vagy nincs. Én nem hiszném, hogy közöny lenne, és nyilvánvalóan van több százezer olyan ember, aki kifejezetten látja az összefüggéseket, ez kifejezetten fölháborít, elkeserít. A közöny szerintem nem jó szó. Az viszont tény, hogy van egy olyan, felfogás, vagy egy olyan gondolat, amit benne van az emberekben, ez pedig az, hogy úgysem lehet ezekkel mit csinálni. Tehát, hogy úgysem lehet semmit sem elérni. Valamelyik nap egy parlamenti képviselővel beszéltem erről, és azt mondta, hát úgysem fogják a propagandát odaadni, hát azon alapszik a rendszer. Hát mondom, akkor miért vagyunk itt? Akkor viszont abba kell hagyni. Tehát, hogyha a rendszer alapjait azt mondjuk, hogy nem lehet megváltoztatni, akkor hagyjuk a fenébe az egészet. És sajnos, amikor ezt mondják ezek az emberek, akkor mintha hájjal kenegetnék nyilván a Rogánékat, mert Rogánéknek ez a feladatuk. Tehát egy ilyen hatalomnak, egy ennyire korrupt, ennyire hazug és ennyire rossz kormányzásnak az a egyetlen egy célja lehet, hogy az emberek higgyék azt, hogy ők megdönthetetlenek, hogy őnáluk nem lehet semmit sem elérni. És erre szoktam mondani egy fájó példát, és ne értsék félre, tehát nem, én azokat a tanárokat nem elítélem, tehát nagyon vigyázni kell, hogy ne így fogalmazódjon ez meg, de azt szoktam mondani, hogy abban a gimnáziumban, ahol ugye most egyszerre öt tanárt kirúgtak, ahol kezdték ezeket a kirúgásokat, az a tanári kar megdönthette volna ezt a rendszert. Mert hogyha akkor azt mondja, hogy amíg nem teszitek vissza a mi tanártársainkat, addig mi nem megyünk be tanítani, akkor mit tehetett volna? És hogyha ezt végig is viszik, akkor a hatalom mit tehetett volna? Két dolgot. Az egyik, hogy visszateszi ezeket a tanárokat. Ebben az esetben a megdőlt volna ez az alaptézis, hogy ezekkel szemben nem lehet mit tenni. Lehet. Tehát ha megfelelő ellenállás van, abban megfelelő számú ember vesz részt, és megfelelően elszántan végigviszi, akkor megdőlt volna ez a nimbusz, hogy ezekkel szemben nem lehet eredményt elérni, és onnantól kezdve vége lenne a rendszernek. Tehát itt nagyon sok tiltakozás volt, két dolog miatt lettek sikertelenek, azért, mert a rendszer alapjaival nem foglalkoztak, tehát a FreeSF-e, a CEU, a FUDÁN, a tanárok tiltakozása nagyon odafigyelt rá, hogy nehogy véletlenül rásüssék, hogy ez politika, és nem foglalkoztak a rendszer alapjával, a propagandával, és a propaganda mindig vissza tudta rájuk ütni azt, amit kellett, illetve a propaganda mindig el tudta vonni a figyelmet annyira, hogy itt nagyon sok millió ember vagy ne halljon ezekről a tiltakozásokról, vagy pedig ha hall róla, akkor kapjon rá valami magyarázatot, hogy ezek a pedofil tanárok ugrálnak itt, mit akarnak ezek. A másik pedig, ami miatt sikertelenek voltak az, hogy nem vitték végig, tehát soha nem látszott rajta az a valódi elszántság, hogy egyrészt nagyon sok ember, elég ember vegyen részt, sajnos a tanároknál is igazán talán 1000 volt a 100 000-ből, akik olyan nagyon masszívan tiltakoztak, közben pedig elég lett volna, hogyha 50 000 ember 3 napig megcsinálja, az már eredményt ért volna el, de sajnos ez a emberekben, ez a tévhit benne van. Ha a korrupcióról beszélünk, akkor pedig ezt sokszor elmondtam már, hogy igenis, hogy zavarja az embereket, felmérések is mutatják, tehát a közöny nem jó szó. Egyrészt benne van az, hogy ez a miért nem látszik a politikai eredményekben, tehát a választási eredményekben, ennek több nagyon egyszerű oka van. A legfőbb oka az, hogy a propaganda sok millió ember elől eltakarja ezeket az ügyeket, vagy elhallgatja, vagy zajkeltéssel elveszi róla a figyelmet. Másrészt benne van megint ez a tévhit, hogy úgyse lehet vele mit csinálni, tehát hogy ez úgyse lehet vele mit csinálni, és valóban a harmadik, a propagandának az egyik válasza erre, ami egyébként csak egy részigazság, hogy hát korrupció persze mindenhol volt, az előző kormányban, persze az előző kormányban is volt. A szintje a kérdés, illetve az, hogy mennyire szervezett és mennyire magas szintekig beállított rendszerről van szó. Van a tanárokról szó esett, most ugye van egy másik csoport, amivel a kormány élesen konfrontálódik, ez a magyar orvosok, illetve a magyar orvosi kamara. Mit jósol, hogy az orvosok képesek lesznek, vagy akarnak-e majd
egy határozott választ adni arra a támadásra, ami végül is érte legalábbis az orvosi kamarát azzal, hogy a jogköreit kiüresítették, a kötelező kamarai tagságot megszüntették, mert hogyha az orvos társadalom egységesen felsorakozik a kamara mellett, akkor nyilván ez a kormány veresége volna, egy egyértelmű vereség lenne. Mi várható itt? Nyilván ezt a közeget talán jobban is ismeri. Nem tudom megmondani, igen, ismerem azt a közeget, nem tudom egyértelműen megmondani, hogy mi lesz belőle. Azt tudom mondani, hogy itt jó esélye van az orvos kollégáknak, hogy ilyen szempontból legyőzzék a kormányt, mert itt aztán végképp nem kell most ebben a konkrét ügyben nagyon komoly egyéni kockázatokat vállalni, egyszerűen be kell fizetni továbbra is a kamarai tagdíjat, tehát a kormány ugye azért szüntette meg a kötelező tagságot, mert abban bízik, hogy majd akkor a kamara is ellehetetlenül. Illetve valóban olyan fokú a kormány rossz döntései miatt már az orvos hiány, hogy egész egyszerűen én nagyon csodálkoznék, hogyha belemennének az orvosok, és elfogadnák azt, hogy majd itt egy Pintér nevű rendőr fogja őket utasítgatni, hogy majd ezen túl akkor te 50 kilométerrel odébb, és kötelezően itt ilyen meg ilyen ügyeleteket vállalsz el. Tehát ez így nem megy. Az orvos kollégáknak nagy része az tudja, hogy ő külföldön is megbecsült orvos lehet, és azt is tudja, hogy ma már gyakorlatilag így is összeomlott a rendszer. Épp ezt akarják egyébként megváltoztatni. Tehát az orvos kollégák pont azt nehezményezik, hogy gyakorlatilag az állami egészségügy az megszűnt a kormány ostobasága miatt, és meg a kormánynak a restsége miatt. És hogy ebből mi lesz, nyilván nem egy, tehát az, hogy ők majd tüntetni fognak, azt nem hiszem, ez korábban sem volt jellemző, de az, hogy ilyen szerződéseket ne írjanak alá, azt el tudom képzelni. Meg tudja nevezni, van-e olyan ügy, amiben a feltárásában, tehát most korrupciós ügyről beszélek kifejezetten, aminek a feltárásában ön aktív volt, részt vett, és hogy amit a legvérlázítóbbnak tart az elmúlt évekből. Van-e ilyen? Ez is egy gyakori kérdés, hogy melyik volt, ami a legnagyobb disznóság volt, és hogy melyik volt a legfelháborítóbb ezek között, az ügyek között. Én talán azt szoktam mondani, hogy azok az ügyek, amik az oktatási pénzeknek az ellopása, azt szoktam kiemelni, hiszen ez egy ugyan frázis, de a frázisok azért frázisok, mert igazak. Tehát amikor az oktatásból lopunk el a pénzt, akkor ugye tényleg a jövőnkből, tényleg a gyerekeinktől, tényleg a jövőnkből lopjuk el a pénzt, és gyakorlatilag az oktatási reformnak nevezett vagy csúfolt valami, az nem szólt másról, mint hogy az EU szó szerint szinte 100 milliárdos nagyságrendben adta erre az oktatási reformra a pénzeket, de ahelyett, hogy ebből tényleg egy valódi reform lett volna, ezt szó szerint egyszerűen ellopták, és a végén kellett valamit csinálni, és ezek a gyereknyomorító tantervek és tanárnyomorító adminisztrációs őrültségek, nem tudok máshogy fogalmazni, meg ezek az iszonyatos programok, hát elég csak a krétát megnézni, most már talán úgy, ahogy éppen működget, de akik szülőtársaim tudják, hogy ez még mindig néha milyen meglepetéseket okoz, és amikor ott álltunk a járványnál, hogy akkor kéne online valamit csinálni, mindenki tudja, akinek gyereke van, hogy ezek milyen gyalázatosak voltak, ezek mind a lopásnak lettek az áldozatai, és ha ki kéne emelni egy ügyet, akkor én az öveges programot emelném ki, ahol ugye tantermenként 300 millió forintot költöttek el kémia-biológia tantermekre, összesen 42 városban elképesztő tételekkel. Egyrészt azért, mert ez volt a témája, tehát ugye ez egy nagyon komoly feladat lett volna, hogy tényleg csináljunk már valamit azzal, hogy gyakorlatilag már nincsen kémia tanár, meg fizika tanár, és próbáljuk meg élvezhetőbbé tenni a természettudományos oktatást. Ebből az lett, hogy kiloptak, nem tudom, 10 milliárd forintot ebből a rendszerből, ha nagyon megengedő vagyok. Másik szempontból meg azért szoktam ezt az ügyet kiemelni, mert ez az ügy gyönyörűen bemutatja a hálózatát ennek a rendszernek. Az, hogy
40 városban, egymástól független városban, független önkormányzatoknál, elvileg független önkormányzatoknál ki tudom mutatni azt a rendszert, hogy nagyjából mindenütt ugyanazt a 20 pár céget, egy céghálózatot, ez egyébként nagy részben Pokornyihoz köthető céghálózatnak a tagjait hívogatták meg Szekszárdon, Békés Csabán, Zalaegerszegen, ugyanazt a három budapesti céget hívják meg a nyitó rendezvényeknek a megtartására, nem tudom, 10 millió forintért. Ebből gyönyörűen a hálózatot meg lehetett mutatni, és azt, hogy ezeket az EU-s pénzeket, ezeket központilag, ugye itt a polip, akkor megint utaljunk rá, tehát központilag osztják el. Igen. Az Európai Uniótól érdemes-e valami olyasmit várni, hogy majd az valamifajta fordulatot hoz Magyarországon? Nagyon erősen exponálta magát, ugye különösen itt az uniós ügyészséghez való csatlakozásért, hogy aláírásokat is gyűjtött. Most ugye az látszik, hogy a 22-es választás után az Unió határozottabban lép fel Magyarországgal szemben, hiszen most konkrétan valóban az történik, hogy a források egy részét tényleg elzárta és elvárja azoknak a most már szuper feltételeknek nevezett követelései teljesítését, hogy ettől nyilvánvalóan ez nem fogja a jogállamiságot visszaépíteni Magyarországon, de mi a legtöbb, amit ettől elvárhatunk, amire lehet számítani, hogy amit elérjünk, és ugyanakkor nyilvánvalóan nem lehet az a cél, hogy az ország ne jusson hozzá azokhoz az uniós forrásokhoz, ami szemben adott, amely nélkül egyébként nyilván nem nagyon tud ebből a közepes fejlettség csapdájából kitörni. Az egy nagyon nagy ellenzéki tévedés, tévhit lenne, ha az EU-tól várnánk, hogy megoldja a problémáinkat. Tehát az EU nincs is abban a helyzetben, meg nem is az a dolga, hogy megoldja a problémánkat. Akkor, hogyha a mi oldalunkról nem érkezik valódi nyomásgyakorlás erre a hatalomra, akkor ez a megállíthatatlan átmenet tényleg megállíthatatlan lesz a demokráciából a diktatúrába. Ebben legyen mindenki nagyon biztos. Az EU-tól, amit én elvárnék, az az, hogy ne ártson. Ezt szoktam mondani külföldi újságíróknak is. Ha az EU tovább adná, ahogy eddig tovább adta a pénzeket, és továbbra is szabadon ellopható módon adogatja a pénzeket, úgy adja ezt a hatalmas pénzmennyiséget, ahogy eddig adta, és szabadon ellopható módon, akkor azzal árt az Európai Unió. Az EU-s pénzek nagyon sok módon segítik Orbánt. Leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy ezekből a pénzekből fizeti ki a legkisebb katonájától a tábornokig, az oligarcháktól az utolsó aktivistáig, és leginkább talán a legfontosabb ilyen tisztikar, az ugye a polgármesterek. Jobb esetben csak zsarolják a polgármestereket, és azt mondják, hogy akkor kaptok egy óvodát, vagy egy útfelújítást, játszóteret, Európai Uniós pénzt, hogyha jól szavaztok. Rosszabb esetben, mint Pétervásárán, konkrétan meg is veszik, tehát amikor nem tudom én, nagyjából, ha összeszámolom, 250 millió forintnyi támogatást kapott a polgármester családja. Tehát azt várnánk az EU-tól, és az várható az EU-tól, hogy úgy ne adja tovább a pénzt, ahogy eddig adta. Na most úgy tűnik, hogy maga az EU-s ügyészség az egyelőre az veszteség. Információim szerint nem, vagy veresség, információim szerint az abszolút nem igaz, amit a Navras is mondta, hogy fel sem merült ennek a kérdése, nagyon erősen fölmerült, úgy tűnik, hogy végül ebben az EU engedett egyelőre, ez egy elég nagy baj, de azért az is tény, és azt mindenkinek felhívom figyelmét, hogy az EU-s pénzek nem jönnek jelen pillanatban. Az EU azért nagyon komoly feltételeket támasztott, és itt nem csak az integritási hatóság van, az egy nagyon szánalmas dolog lenne, ha az EU elfogadná, hogy csináltuk egy integritás hatóságot, egy ilyen kamu szervezetet, és majd az Európai Uniós ügyészséget helyettesíti. Ez biztos, hogy nincs így, de azért ott a követelések között vannak komoly követelések is, elsősorban ugye, ami a bíróságok függetlenségét érinti, és ugye most a minap rugott fel egy ilyen vállalást a kormány, azt mondta, hogy bizonyos törvények esetén nem fog ilyen kétnapos törvénykezést csinálni, mint amit viszont most megtett a orvosi kamarával kapcsolatban. Ezzel egyébként sok ezer milliárd forint kifizetését kockáztatta a kormány. Tehát én azt várnám az EU-tól,
hogy ne ártson, addig ne küldje a pénzt, és az ellenzék nem azt akarja, hogy ne küldje a pénzt, hanem addig ne küldje a pénzt, amíg nem biztosított azt, hogy nem tudják továbbra is ugyanúgy ellopni. Egyébként ennek igazán egyetlen egy feltétel lenne, az pedig az Európai Uniós ügyészség. Orbán Viktor ez esetben blöffölne azzal, amikor azt mondja, azt kommunikálja, hogy igazából nem is feltétlenül van szükség mindenünk az uniós pénzekre, az ország finanszírozása megoldott, máshonnan piacról, innen-onnan be lehet szerezni azt a pénzt, amivel ugye az ország el tud működni. Hát különben azért blöffez, mert közben meg azért ők térden csúsznak, tehát itthon nagy szája van, de odakint pedig ugye térden csúsznak azokért a pénzekért. Nyilvánvalóan ingyen pénzt csak az Európai Uniótól kap. Kína az adja majd, ugye, vagy adná a hiteleket, mint ahogy az afrikai országokkal teszi, hogy gyakorlatilag a hitelekkel kapcsolatban valóban gyarmatosítja, ad ő pénzt jó kamatra, illetve ugye amit most látunk, hogy horribilis kamatokat fizetünk a hitelekért, kétszer olyan kamatokat, tehát mondjuk, hogy jaj, de jó, mert kaptunk hitelt, jegyezték a dollár kötvényeinket, csak elfelejtik, hogy a szlovákok fele annyi kamatra kapják a pénzt, mint mi kapjuk. Tehát ez nyilvánvalóan ez egy blöff, amikor azt mondja, hogy nincs erre a pénzre szükségük. Sokszor elmondta, most is utalt arra, hogy a jelenlegi feltételek között az ellenzéknek nincs esélye arra, hogy választáson megverje a Fideszt. Na de mit, hogy lehet, és ha lehet, kérem, hogy egy rövid válasz, ha ez lehetséges, hogy milyen módon lehet rákényszeríteni a hatalmat, hogy olyan feltételeket teremtsen, ami visszaállítja mondjuk így a politikai váltógazdaság feltételeit, garanciáit? Hát ennek az egyik feltétele, hogy először is, aki a politikával foglalkozik, az tegye ezt rendbe a fejében, hogy ilyen körülmények között ugyanazokat az eredményeket várhatjuk, mint amik voltak 2018-ban és 2022-ben. Ne hazudjon senki, hogy azt mondja, hogy hát nekem majd most egy olyan fantasztikus miniszterelnököm van, vagy nem tudom, a feleségem olyan miniszterelnök lesz, vagy a férjem, vagy nem tudom, hogy majd akkor az nyerni fog. Tehát ezt fejben rendbe kell tenni, hogy ilyen körülmények között nem. És ezt rendbe kell tenni nyilván a úgymond hivatásos politikusoknak, de ez kevés ma már. Tehát ez akkor történhet ebben változás, hogyha több tízezer ember ezt fejben rendbe teszi, sajnos be kell látni, hogy ilyen körülmények között nem lehet választásokon legyőzni. De ez még kevés, ahhoz egy következő gondolatváltásnak is meg kell lenni, erről már beszéltem az előbb, azt is több tízezer embernek el kell fogadnia, hogy ha viszont egyszerre nagyon határozottan, nagyon komolyan, békésen, de nagyon határozottan nyomást gyakorlunk a kormányra, akkor igenis lehet erre a kormányra is nyomást gyakorolni, mint ahogy minden hatalomra lehet nyomást gyakorolni. Én nem tudom, hogy ez mikor fejeződik be, én csak azt tudom mondani, amikor megkérdeznek erről, köszönöm, hogy itt is elmondhattam, akkor beszélek erről. De akkor lesz változás, hogyha nagyon sok ellenzéket embernél, akik látják, hogy mi van Magyarországon, ez a két változás a gondolkodásban megtörténik, belátjuk, az egyik egy fájó dolog, belátjuk, hogy ilyen körülmények között ezek a politikusok már nem fogják tudni leváltani ezt a kormányt, de belátjuk azt is, hogyha nagyon sokan, nagyon határozottan nyomást gyakorlunk a valódi választás feltételeiért, akkor viszont az a nyomás gyakorlás sikeres lehet. Ráadásul sok tízezer embert nem lehet lejáratni, ezt kell mondanom. A kampányban Márki-Zay Péternek az egyik egyértelműbb támogatója volt. Most viszont, ugye, amikor Márki-Zay Péter bejelentette, hogy pártot szervez, akkor világosan jelezte, hogy nem kíván abban részt venni. Ugye korábban is nyilatkozott arról, hogy nem zárja ki azt, hogy esetleg valami saját pártot szervez, vagy egy új formációban gondolkodik, hogy ez a gondolkodás most hogy áll-e valahogy, illetve hogy meg tudnám fogalmazni, hogy mi a személyes ambíciója a politikában. Hát a személyes ambícióm az, hogy nyilván, mint minden politikusnak az kell lenni, hogy minél nagyobb befolyást szerezzen ahhoz, hogy ő céljait megvalósítsa. Nekem most már nem nagyon van más célom, mint hogy látom azt a egyre nehezebb feladatot, azt az egészen nagyra nőtt polipot, ami Magyarországon van, ami még egy kormányváltás esetén is borzasztó nagy kihívás, azt annak a polipnak levagdosni a lábait vagy karjait, attól függ, hogy hogyan mondjuk anatomilag helyesen, csápjait mondjuk így. Gyakorlatilag ez az ambíciója az embernek, hogy ilyen helyzetbe kerülhessen.
az, hogy ha a pártról kérdez, hogy kell-e párt, ugye amit elmondtam szintén már elég sokszor, amikor kérdeztek róla, ez egy elképzelhető, hogy lesz rá szükség, egy hatalmas felelősség. Az, amit most a polgármester úr csinál, az szerintem olyan szempontból veszélyes, hogy nagyon sok ember várhat egy úgymond jól működő új erőre. Ennek az ő szervezésében most ezt nem látom, hogy ez ennek meg lenne az esélye, viszont ha egy rosszul sikerült kezdeményezés, ez megint csak ezt a itt úgy sem lehet mit tenni, és itt úgyis minden reménytelen dolgot emel. Úgyhogy erről egyelőre ennyit tudok mondani. Természetesen az egy nagyon fontos feladat, és ezen dolgozik is az ember. Nem a párt kérdése fontos, hanem az a kérdés, hogy mennyi olyan ember van még, és ezt nem a kérdés megkerülése miatt mondom, hanem az a fontos, hogy mennyi olyan ember van még ebben az országban, akik hajlandóak tevőlegesen részt venni, akár és legelső sorban a tiszta választások feltételeinek a kivívásáért, másrészt, ha lesznek ilyen választások, akkor nyilván annak a megnyeréséért. Ezen természetesen dolgozni kell. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A jövő héten új adással jelentkezünk. A viszontlátásra!